Szép estét kívánok! Önök az Erőnk forrását, a Történelmi Egyházak műsorát látják. Nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Pál apostol ezekkel a szavakkal fordult egykor a korintusi gyülekezet tagjaihoz. Így tett bizonyságot arról, hogy leszámol azokkal az emberi praktikákkal, amelyekkel meg akarta hódítani hallgatói szívét, és ezek helyett Isten erejére támaszkodott. Ez az erő a Krisztusról szóló evangélium hirdetése által munkálkodott az emberek szívében. Így tett Luther Márton is 1517-ben, ahogy Pál, úgy Luther is változást ért el az emberek lelkében, reformációt. Az ünnephez közeledve köszöntöm a stúdióban Asztalos Rihárd lelkész urat. Szép jó estét kívánok, Erősváromi Istenünk! Erősváromi Istenünk, köszönöm a meghívást! Milyen jó ezt így kimondani, hogy Erősvár a mi Istenünk ugyanazzal a hittel, ugyanazzal a lelkülettel, reméljük, hogy ugyanazzal a hittel, ahogy egykor Luther Márton is tette 1517-ben. De még miért Luther Mártonra és a reformációra fordulnánk, milyen jó felolvasni ezeket a gondolatokat Pál apostoltól. Milyen jó megerősödni abban, hogy ezek pontosan már akkor ott a korintusi levélben lépésről lépésre pontosan ugyanarra az öt szólára mutat rá, amiről a mai műsorunkban is beszélgetni fogunk. Erre abszolút csak azt tudom mondani, hogy Luther Márton szenvedélyesen magyarázta a Wittenbergi Egyetem katedráján Pál apostolnak a római levelét és a Galatákhoz írott levelét. Egyébként biztos vagyok benne, hogy a korintusiakhoz írott első és második levelet is, de ez a kettő volt számára az, ami az ő megtérésében, az ő Istenhez való fordulásában a legnagyobb segítséget jelentette. Ugye ő maga gyakorló katolikus papként és ágostonrendi szerzetesként vallotta a kora katolikus egyháznak a hitét. Ugyanakkor ő maga rengeteg kétséggel, hova tovább kétségbeesése a szívében élt, hogy hogyan találhat ő kegyelmes Istenre. Mert minden egyes dolgot, amit ő maga elkövetett, azt a legnagyobb töredelemmel vallotta meg saját gyóntató atyának, aki már mondta neki, hogy Márton, hát már egy szellentést is megvallasz bűnként, holott kolostorban élt, és igazából a gondolatai voltak azok, amelyekért bocsánatért esedezett. Bocsánatért esedezett, pedig csak egy dolgot keresett. Ahogy a római levelet, ahogy fogalmazol, ahogy ez az igazi teológiai tanítás, ha jól emlékszem, valami hasonlóképpen írt róla. Igen. Tehát, hogy Pál apostolnak azt az erős hitét próbálta magára öltözni. Abszolút, és szerette volna annak az igazságát is, amit a római levélben talált meg, hogy az igaz ember a hite által él. Nem abban a külsőségekben, vallásos köntösökben, vagy éppen farizeusi hozzáállásban akarta ő látni mindezt, mint az akkori egyházat jellemezték a körüllévő dolgok, hanem hogy az igaz ember a hite által él. Számára ez volt a legfontosabb, és a saját akaratát is magát szolgai akaratnak tekintett, hiszen az Isten alá vetve ő maga nem tud közelebb kerülni az Istenhez, hanem az Isten az, aki közeledik az emberhez, és a hit az egy ajándék az ember számára. Ugye óriási dolog, amikor ugye azt mondja, hogy a tanítás eszköze egyetlen egy forrás lehet maga a Szentírás. Sola Scriptura hirdeti, holott lett legyen szó nagyon nagy teológiai gondolkodókról, korábban is lehetne sorolni, akár az ágostonrendi szerzetességen, amin alapszik az ágostoni gondolatokat, vagy sokáig lehetne sorolni, de mégis ugye azt mondja, hogy jó, mindezt félre, hiszen a Szentírás itt van előttünk. Ez így igaz, ugye akkor az egyháznak a tanítását a skolasztika, Aquinai Tamás tanítása volt az, ami a leginkább meghatározta, hova tovább egy kicsit rá is telepedett. És ugye a reformációnak magának a jelszava, ad fontes, vissza a forráshoz, vissza a Szentíráshoz, hiszen a kezdet-kezdetén, ugye amikor elkezdett kialakulni az egyház, akkor éppen hogy az volt a lényeg, hogy nem másról tudtak ők bizonyságot tenni, csak amit hallottak, amit láttak, illetőleg amit lejegyeztek. Ugye aztán jön azt mondja, hogy sola fide. És ez egy nagyon-nagyon fontos meghatározás, hogy egyedül hit által, hiszen már is hangzott, hogy ugye ő csak a hitére alapozva tudta elképzelni az életét.
Ezzel azt gondolom, hogy minden ember, aki ismeri ezeket az úgynevezett protestáns partikulákat, amelyeket a műsorvezető úr is felsorol, ezek mind meghatározóak, de a legfontosabb valójában az, hogy az embernek személyes kapcsolata legyen magával az Istennel, és ez nem máson keresztül, nem üdvösség közvetítőkön keresztül, hanem magán a Krisztus személyén keresztül adatik meg. Van egy nagyon jó ábrázolás, Lukasz Kranák volt az, aki megörökítette Luther Mártont, éppen ahogyan a Pál apostol is írja, hogy nem tudok másról közöttetek beszélni, vagy bizonyságot tenni csak Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről, hogy ott van a hallgatóság, Luther ott van a szószéken, és közöttük nem más van, mint Jézus a kereszten függve. Ugye azért ez, azt gondolná az ember, hogy hát mégiscsak, hogy egy egyházi életben, folyamatosan egyházi szertartásokon jelenlévő emberek, mégiscsak a hitükben járva, mégiscsak a kereszténység szellemét közvetítve, miért is van szükség ebben bármiféle megújulásra? Miért is van szükség bármiféle, valaki kiálljon és azt mondja, hogy hát vegyétek észre a Szentírást, hát addig is minden nap felolvasták az evangéliumot. Mi az, hogy azt mondják, hogy csak hit által? Hát addig is hát hitben járó emberek voltunk, olyan nehéz beleképzelnie magát és belehelyezkedni abban a helyzetben az embernek, hogy 1517-ben mi volt az, ami szinte ilyen elsöprő erejű, orkánszerű erejű hatása lehetett az emberekre, pedig minden ott volt előttük. Én azt gondolom, hogy ugye Luther Márton maga is mondja, hogy majd 26 éves volt, és már a Szentírás doktora volt, amikor még nem vehette a kezébe a Szentírást magát. Ugye az egyháznak a nyelve, mind a miséknek, mind pedig a különböző alkalmaknak a nyelve a latin volt. És hát azért nem mindenki beszélte a latin, nem volt mindenki olyan művelt, pallírozott elme, és éppen ezért sok mindent nem értettek abból, hogy mi is történik ott. Csak hogy egy példát említsek, ugye az, hogy hókusz-pókusz, az azt jelenti, hogy valamiféle varázslás történik ott. Ugye ezt úgy értelmezték, hogy a pap, amikor a jegyek fölött elmondta az igéket, akkor mondja, hogy hoc est corpus meus. És ugye aki meg ezt nem értette, aki nem tudta, hogy latinul mit jelent ez, az azt mondta, hogy mi ez a hókusz-pókusz, és hát ugye azt ugye megtanulták bérmálásra, konfirmációra készülve, hogy ott valami átváltozás történik, tehát hogy a varázslás szinonimájá vált mindez. Ki gondolná, hogy hol vezethetőek ezek a hétköznapi gyerekek által kiabált kis rigmusok, mondókák. Viszont megjelenik egy másik nagyon fontos fogalom, ugyancsak a Luther Mártonnak köszönhetően, azt mondja, hogy a kegyelem fontosságára hívjuk fel a figyelmet. Tehát rendben van, Szentírás, rendben van, és bocsánat, mert megint ugyanezeket a téziseket hozom elő, hitáltal, na de a kegyelmet megint csak föl kell emelni. Ő pontosan arra akart utalni ezzel, hogy valójában minden Isten kegyelmén fordul meg. Tehát lehetek én akármilyen töredelmes, gyakorolhatom én akármennyire buzgón a vallásomat, adakozhatok, vagy ahogyan Pál apostol mondja, hogy ha a testemet tűzhalára vetem, és szeretet nincs bennem. Tehát, hogyha valami hiányosság, attól még mindig van az emberben, és nem tudja az ember magát tökéletessé tenni, vagy hova tovább szentíteni, hiszen mind a két kategória magának az Istennek, a Szent Istennek van fenntartva. Tehát, hogy az Isten mindig kegyelmével fordul az emberhez, mert az ember nem képes megistenülni saját erejéből, vallásos kurzusokat végigülve, vagy éppen bármilyen más vallásgyakorlathoz kapcsolódó dolgot végigcsinálva, attól még nem tudja, mert az mindig az Istennek a lehajló kegyelme az ember felé. Igen, tehát a botlás az mindig ott van, és hogy amikor azt mondjuk, hogy keresztény vagyok, Krisztus követő vagyok, és hogyha az ember végig gondolja, mi is az életben talán az egyik legnehezebb dolog, vagy a legnehezebb, Krisztus követőnek lenni úgy, hogy tényleg az ő példáján, az evangéliumi példáján járva úgy élni, ahogyan ő élt. Hát erre képtelenek vagyunk. Abszolút, de ő teljességgel Isten volt, és teljességgel ember, ami hitünk szerint, mi pedig csak teljességgel emberek vagyunk. Na és akkor itt érthető meg, hogy mi is az, hogy az Isten kegyelmében vagyunk valójában. Abszolút. Hogy mégis elfogad, mégis úgy fogadlak el. Szerintem mégsem a egészségeseknek van szüksége orvosra. Ez így igaz, viszont ugye Luther Márton maga is a 95 tételében, amit ugye a Wittenbergi vártemplom kapujára kiszegezett, azt írja, hogy amikor az Úrunk Jézus Krisztus azt mondta, hogy térjetek meg, akkor azt akarta, hogy minden napotok megtérés legyen. Tehát, hogy ne csak egy időben korábbra datálható dátumra tekintsünk mi vissza, hanem minden egyes napunk legyen az, ahogyan Luther fogalmazott, hogy az óembert vízbe kell folytani, hogy az új ember pedig feltámadhasson. Csak erre Luther Márton nagyon szellemes, mert elég vidám figura volt ő,
a középkornak egyik legjobban dokumentált életű személyisége, aki azt mondta, hogy vízbe kell folytani az óember, csak sajnos nagyon jó úszó a gazfickó. Többé élek nem él, hanem él bennem a Krisztus. És ugye ez is ott van, hogy ahogyan Pál, úgy ő is szerette volna, és ezt hirdette, hogy hát emberek, vegyétek észre, hogy a kegyelem csak akkor jár, ha azért ezt megteszitek. Ez abszolút így van. Tehát, hogyha az ember kutatja a Bibliát, illetőleg teológia-történeti műveket olvas, akkor azt láthatja, hogy azért jelentősen eltért egymástól a Jánosi, tehát János apostol, Péter apostol és Pál apostol teológiai meglátásai. Tehát Péter apostol azt gondolta, hogy szükséges először az embernek, hogy Krisztus egyházához tartozzon, körülmetélkednie, mert ugye az volt a szövetség ele, ők maguk is zsidó származású emberek voltak, ahogyan megváltunk is. Pál apostol ezzel szemben olyan utat mutatott, amikor azt mondta, hogy nem kell zsidóvá lennie az embereknek, nem kell különböző vallásos előírásokat megtartani, hanem az Istennek a kegyelme az, aki hozzátok hajó, hogyha hittel el tudjátok mindezt fogadni. Egyébként nagyon ritkán viselek piros nyakkendőt, ezt most azért is vettem föl, mert a keresztény egyháznak a születésének az idejét, azt ugye a pünkösnek valljuk, és nálunk pünkösnek az oltárterítő színe az piros. És úgy egy másik alkalommal is piros az oltárterítő, mégpedig reformáció ünnepekor. Ugye akkor a vértanúkra, illetőleg a lángnyelvekre utal, itt pedig arra utal, hogy az egyháznak, a protestáns egyháznak és azon belül az evangélikus egyháznak a születésnapját ünnepeljük reformációkor. Milyen érdekes szimbolika azt kimondani, hogy volt újjászületés, tehát megtörtént az egyházon belül újjászületés, mint ahogy azt mondja, hogy előtted van a lehetőség, szüles újjá bennem. Ecclesia semper reformanda, az egyháznak is mindig meg kell újulnia. Volt egy hittudós, Alfonso Loizinak hívták, aki azt mondta, hogy Jézus Isten országáról beszélt, aztán jött az egyház. Tehát, hogyha visszatérve arra a kérdésre, hogyha gondolkodunk, akkor amikor van egy jó ötletünk, amikor szeretnénk valamit megvalósítani, akkor hihetetlen nagy lelkesedés övezi az, hogyha embereket meg tudunk annak nyelni. Hasonlóan a keresztény ige hirdetők, vagy Jézus hirdetők tekintetében, aztán utána ez intézményesült. És nyilvánvalóan az intézményesülésben megvannak azok a meggyökeresedett, talán megújulásra szükséges dolgok, amelyeket mi magunk is látunk, hogyha egy struktúrába mi magunk is belekényszerülünk. Gondoljunk csak bele, hogyha valamit csak jó szívvel, szeretettel csinálunk, az egy nagyon jó dolog, az lelkesít bennünket, az inspirál bennünket, de utána rájövünk arra, hogy erre mondjuk egy alapítványnak, egy egyesületnek kellene létrejönni, akkor szembesülünk azzal, hogy meg annyi nehézség van, meg annyi formai követelmény van és hasonló, és az keretek közé zár bennünket, és azt gondolom, hogy a keresztény egyház is, amikor elkezdődött, amikor az apostolok elkezdték hirdetni, amikor megtörtént a pünkösdi csoda, amikor Péter apostol beszéde nyomán 3000 ember tért meg, ezek hihetetlen nagy csodák voltak. De utána ezt meg kellett valamilyen szervezeti egységbe belehelyezni és belerendezni, és nyilvánvalóan ez egy világméretű dologgá vált. Ugye a 313-as milánói ediktum után a római birodalom egyik pillanatról másikra keresztényé lett, és nyilvánvalóan voltak olyan megalkuvások, voltak olyan átvételek a pogány kultuszból, amelyek később a kereszténységben tovább éltek. És aztán ne feledkezzünk a nepotizmusról, arról, hogy a püspöki bíborosi címeket ismerettség, származás alapján tölthették be, és sorolhatnánk, amelyek mind-mind egyre inkább a romlást az, amit mutatták. És nyilván ez abban kulminált, amikor Luther Márton maga rájött arra, hogy ez a búcsú céduláknak az árusítása az is valójában csak egy pénzszerzési lehetőség az akkori 10. Leó pápának, hogy egy hatalmas építkezés finanszírozzon, nem pedig hitbéli meggyőződés. És milyen érdekes, hogy a reformáció óta eltelik több mint 500 év, és hogyha az ember csak az ismeretség körében beszélgetésekbe elegyedik, és nagyon sokszor fogalmazódik meg ma, itt a 21. század elején, hogy miért nem hiszel, teszed fel a kérdést, hogy mi baj van egyáltalán azzal, hogy keresztény, és azt mondja, hát maga a szervezet egyház. Nem tetszik ez, nem tetszik az, és kezdik sorolni mindazt, ami emberi. És egyszerűen az, hogy az nagyon sokszor veszi észre magát az ember, hogy mindaz, amit emberi fölsorolnak, és totál kifelejtik belőle mindazt, ami az isteni.
Hát ez így szokott lenni, sőt, én azt is tapasztaltam, hogyha semmilyen tapasztalat nincs az egyházzal, az egyházi élettel kapcsolatban, akkor még inkább is még vehemensebben támadják az egyházat, úgyhogy valójában nem is tapasztalták meg, mint olyat. Tehát a vele való közösséget, a vele való életet, a vele való járást, azt ilyen formán nem tapasztalták meg, csak megvan egy kép, hogy milyen az egyház, és aztán a későbbiekben ezt hirdetik. Én hinni akarom azt, hogy valójában az egyház az nem mástól, mint az Istentől származik, ő maga szerezte, de nyilvánvalóan az emberi megvalósításban vannak problémák, hiszen emberek azok, akik megvalósítják, tehát az egyház külső szervezet az ilyen formán nem lehet tökéletes, hiszen emberek vannak benne. Ilyenkor szoktam azt mondani, hogy a 118. Zsoltár 8. verse jobb az Úrban bízni, mint emberekben. Ezt tartsák, legyenek szívesek szem előtt. És ugye jön a következő tétel, azt mondja, reformáció szellemében egyedül Krisztus által. Ugye az üdvösség közvetítőknek, hasonlóan a búcsú céduláknak igen nagy szerepe volt ebből a szempontból is. Hát sok embert kizsigereltek ezáltal. Tehát, hogy ugye volt egy ilyen sajátos rigmus is annak idén, hogy mihelyst a pénz a ládában csörren, a lélek a mennybe röppen. Hogy még nem csak a saját még el nem követett bűneiket válthatták meg, hanem a már elhunyt pokolban, vagy éppen purgatóriumban a tisztító tűzben lévő személyeknek, rokonaiknak is megválthatták az utukat a mennybe. És hát azért valljuk meg őszintén, hogy ez egyrészt hihetetlen tévtanítás, másrészt pedig, ami abszolút nem biblikus, visszautalva szól a szkriptúra elvre, másrészt pedig megtévesztő. Tehát egy olyan istenkép volt, aki egy haragvó isten, akit le lehetett fizetni, akivel ilyen formán pénzért meg lehetett váltani. És hát azért ma is láthatjuk, hogy sokszor ezt mondják a világról, hogy minden pénzzel elérhető, meg hasonló dolgok. Hát ebbe az egyház is sajnos belecsúszott. Igen, de Krisztus által nem. És ugye az utolsó tétel ezt nagyon erősen meg is erősíti. Sui Deo Gloria. Tehát, hogy lehet itt emberi tényezőkről beszélni, lehet itt bármiről beszélni, de ha Isten nincsen. Én úgy hiszem, hogy ennek az ötösnek a legszebbe a szóláknak az, hogy valójában mindegyik az Isten és az ember kapcsolatát kiábrázolják. Tehát, hogy az egyedül Krisztus ez azt jelenti, hogy az Isten, bármi nem vagyunk méltóak rá, de ő az egyszülött fiát küldte közénk. Ő emberré lett. Láthatjuk a szóla szkriptúrában, hogy természetesen papirusznádakon, meg papiruszokon és egyéb dolgokon hosszú éveken keresztül kódexmásolók néhány dolgot elrontva, de megőriztük, és ma itt van, ma olvasható, a világ legtöbb nyelvén elérhető az írás maga. Itt van velünk az Istennek a dicsősége, hogy nem magunkra akarunk tekinteni. Luther Márton, amikor mondták, hogy luteránusoknak fogják hívni magukat, fogják nevezni magukat azok, akik az ő hitelveit, vagy az ő által kifejtett hitelveket követik, akkor azt mondta, hogy ki vagyok én féreg ahhoz, hogy Istennek a népét rólam nevezzék el. Tehát, hogy mi azért lettünk evangélikusok egyébként, és nem luteránus az a régi meghatározás. És milyen érdekes, hogy most beszélgetünk erről, és épp a válaszából adódóan eljátszottam egy gondot, hogy mi van abban az esetben, hogyha ezeket a szólákat visszafele olvassuk, és milyen megfejtés jön ki belőle, hogy Sui Deo Gloria, vagy egyedül Isten a dicsesség, akkor utána veszük csak, hogy Krisztus által, hogy megérezhetővé válik. Igen, de ez a kegyelem, de a kegyelmet csak akkor értjük meg, hogyha a hitünk van hozzá, de a hit meg honnan van? Muszáj ahhoz olvasgatnunk, hogy bizonyságot nyerjünk. Hát ugye én akkor repültem meg, amikor elkezdtem konfirmációi oktatásra járni, és az első kérdés az volt, hogy hogyan kell a Bibliát olvasni, és az volt a válasz rá, hogy füllel. Hát mondom, ennél nagyobb átverés nincs a világon, amikor én nem értettem ezt a kérdést, és a lelkésznő magyarázta el nekem azt, hogy meghalljuk, tehát ne csak olvassuk, ne csak próbáljuk értelmezni, hanem meg is halljuk azt a szót, ami hozzánk jön. És hát ugye a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Tehát, hogy nyilvánvalóan, hogyha én nem megyek az egyházba, hogyha nem keresem a közösséget ezzel, akkor nem fogom meghallani. De egyébként a koronavírus járványnak köszönhetően azt gondolom, hogy nagyon sok felé elhallik ma a keresztény igehirdetés, és ezért nagyon hálásak lehetünk azért a találékony szeretetért, akik próbálták valamilyen úton, módon, formában, legyen az levél,
legyen az gyülekezeti körlevél, legyen az élő közvetítés, legyen az hanganyag közzététele, amely a világhálón szerte olyanokhoz is eljutott, akik esetleg nem hallottak még róla, vagy akiknek megvolt ez előítéltük az egyházzal kapcsolatban, és én hiszem azt, hogy ez reménység szerint táptalajra talál, hiszen a magvető példázatában is azt látjuk, hogy a magvető az bizony bőven szórja a magot, és nem törődik azzal, hogy az út félre esik, nem törődik azzal, hogy a sziklás talajra esik, hanem csak szórja, csak hinti, csak veti. Úgyhogy én reménykedem abban, hogy ebből a nagyon nehéz időszakból, amely egyrészt az első hullámmal már mögöttünk van, a második hullám még előttünk, és nem tudjuk, hogy mire várhatunk, de azt gondolom, hogy Luther Márton éppen pestis járvány ideje volt az, amikor ő röpiratokon keresztül ugye a kornak a legkomolyabb és legmodernebb médiumát használta fel, amin keresztül kommunikál, és a mi püspökünk dr. Fabinyi Tamás mindig mondta azt, hogy ha Luther ma élne, akkor valószínűleg blogot vezetne, lenne Instagramra, lenne Facebookja, és a lehető legtöbb felületen keresztül próbálná elérni az embereket. A legjobb influencer lenne. Remélhetőleg. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, hogy itt lettem. Eddig tartott mai adásunk. Jövő héten a Református Egyház műsorával várjuk Önöket a képernyők elé. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!